Egybetétek, fazék, ruhák reklámszatyorba csomagolva. A garázsajtó elé ül le, és ott végzi el a dolgát. Most ezt történetesen kim vagyunk, akkor ezt lássuk. Már úgy. De addig, amíg ők nem voltak, nagyon csendes utca volt. Mert itt is van egy... Mondja, arcát nem vállalva az egyik szomszéd. A nő szerint naponta hallgatniuk kell, hogy részegen ordítoznak, veszekednek a garázslakók. Ráadásul szemetelnek is. Most fogok ma elmenni, mert nem tudok hova. Hova vigyem a tudtomat? Vigyem a hátamat? Burnyucki Gyula is itt él már hónapok óta. Szerinte alaptalanul vádolják őket a közelben lakók. Utána nem végezzük a dolgunkat. Ez egy dolog, akármit mond, mert mindig megvan a hely, hogy hol lehet. A szemetelés pedig ott most vitte el a kiskocsit, mindig elviszik a szemetet. Csak akkor hangosabbak, ha jönnek a rokonok, teszi hozzá a férfi. Ezért nem érti, miért kell most kiköltözniük. Ebben a garázsban most hárman laknak, víz, villany, fűtés nélkül. Ha innen kiköltöznek, ugye akkor nem önkényesek, akkor jogosultak rá, hogy behagyjanak lakásigénylést. Magyarázza a Népjóléti Bizottság elnöke az egyik garázslakónak. A nő nem vállalta az arcát. Azt azonban elmondta, jelenleg élettársával laknak itt. 8 gyermeke intézetben van. Nem tudja, hová mehetnének innen. Az önkormányzat sem tud lakást adni nekik. Most azonnal nem tudunk lakássegítséget ígérni, hiszen így akkor ez egy könnyű eljárás lenne, és mindenki ezt a megoldást választaná. Itt ugye én is beszélgettem a családokkal, az egyikük nem is pécsi, tehát vidékről jöttek ide mindenféle lakhatási körülmény biztosítása nélkül. Beszélgettem velük, mindenképp mondtam, hogy a család segítőt keressék föl. Móreszter szerint a közmunkaprogramban is részt vehetnek, így rendszeres jövedelmük lenne, de ezt nem fogadták el.